Köszöntöm a hallgatókat, itt a Széchenyi Könyvtár podcastjának a harmadik adását halljuk. Én Tóth Péter vagyok, a könyvtár tartalom pakolója, Solymosi Ákos segíti a munkánkat, és két vendégünk van. Az elképzelésem, amikor az egészet elkezdtük, hogy különböző területek hogyan tudnak egymással beszélgetni a könyvtárban, de aztán arra jöttem rá, hogy nincsenek különböző területek, mert akik mi a könyvtárban dolgozunk, mind a felhasználók, az olvasókat szolgáljuk ki, és olyan munkákat végzünk, hogy az információk, könyvek, korvinák, periodikák eljussanak a olvasókhoz, és minél egyszerűbben találják meg az őket érdeklő információt. Hegedűs Krisztina, a Széchenyi Könyvtár könyvtárosa, most éppen a periodika feldolgozó munkacsoport vezetője, az egyik vendégünk, és Zsupán Edina, ő filológus, szövegekkel foglalkozik, és elsősorban a korvinákkal, azokkal a kódexekkel, amik Mátyás király könyvtárához köthető, elsősorban ezzel foglalkozik. Jól mondtam ezeket a bemutatkozásokat? Igen, köszönjük szépen. Én a Fragmentált Kodicész kutatócsoportnak vagyok a munkatársa itt az OSK-n belül, és a Korvina egy területe, egy része az én kutatási területemnek. Elsősorban 15. századi magyar vonatkozású kéziratos anyaggal foglalkozom, tehát egy picit tágabb a merítés, de kétségtelen, hogy ez a hazai humanista, reneszánsz jellegű elitkultúra, ez mindenféleképpen találkozik a Korvina könyvtárral. Tehát egy nagyon érdekes, komplex kutatási területről van szó. Én azért egy picit korrigálnám, hogy mivel most már periódika feldolgozó osztálya nevünk 2020 óta, előtte volt munkacsoport, és ez pontosan megmutatja, hogy az időszaki kiadványokkal, még a Nemzeti Könyvtárban is hát időnként milyen mostohán bántak, mert több korszaka is van ennek a feldolgozásnak. Volt, amikor egy egész tár volt a hírlapokra építve, és volt olyan, hogy különböző osztályokra szét volt osztva az időszaki kiadványok feldolgozása, tehát most osztály vagyunk. Melyik volt a jobb? Bizonyos szempontból azt mondom, hogy a Színyei-féle hírlaptár volt a legjobb, hiszen a hírlapoknál a könyvekkel ellentétben mindennel mi foglalkozunk, szóval nem oszlik meg különböző osztályokra a feladatok többsége, mert hogy itt csak akkor már nagyon belecsapok így a közepébe, ugye egy időszaki kiadvány az nem olyan, mint egy könyv, hogy egyszer feldolgozom, és utána bekerül a raktárba, és több dolgom nincs vele. Ezeknek saját életük van. Megszűnnek, újraindulnak, kapcsolatokat teremtenek egymással, kiválnak, tehát hogy itt egy kiadványjal folyamatosan foglalkozni kell. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy már ez az osztály is egy nagyon komoly, jó előrelépés. A korvinákra is jellemző az, hogy egyszer csak megszűnt az egész, és Edina, te hogyan kapcsoltál be az egész Mátyás király könyvtárába? Én akkor a Mohácsi vész kapcsán olvastam először arról a Mohácssal összefüggésben, hogy akkor valami történt a Mátyás könyvtárával, ez egyszerűen véget ért ez a csodálatos vállalkozás. Te hol találkoztál magával a Korvinával? A válasz nagyon tényszerű, mert én nem akartam a Korvinákkal kapcsolatba kerülni, hanem 2005-ben bekerülhettem a Széchenyi Könyvtár kézirattárába, akkor jöttem ide, és az osztály kézirattár akkori vezetője, Karsai Orsolya ezzel a területtel bízott meg, ugyanis a Korvina Könyvtár, mint olyan, magányos volt már ebben az időben. A nagy generáció, a csapodi házas pár, akik nagyon sokat tettek a korvinák megőrzéséért és kutatásáért a 20. században, már nem voltak az élők sorában, tehát nem foglalkoztak ezzel, és nem volt, aki érdemben gondozza ezt az emlékcsoportot. És különféle feladatok találtak meg, és így kezdődött a korvinákkal való munkám. Mi volt az az első, amikor te találtál ki valami feladatot magadnak a korvinák kapcsán? Valójában nem én találtam ki, hanem kaptam feladatokat. Monok István, a könyvtár akkori igazgatója, nagyon fontosnak tartotta a korvina kutatást, és ő ebben hidat látott
nemzetközi szinten is, tehát kapcsolatot építhetett olyan könyvtárakkal külföldön, ezáltal, ahol szintén korvinákat őriznek. És ez a kutatás szempontjából is nagyon hasznos volt, mert, és ez mindig így van, a mai napig így van, hogy jó, ha hazai és külföldi kollégák egy-egy anyagcsoporton közösen dolgoznak, mert sokkal gazdagabb az eredmény, sokkal inkább megközelíti az egykori feltételezhető valóságot. És ő meglátta ezt a lehetőséget, és amikor én ide kerültem, akkor már elindult a könyvtárnak a Korvina programja, nagyjából a 200 éves alapítási évforduló környékén hozták létre a Korvina honlapot, annak az első változatát, ami 2018-ban aztán megújult, és kezdődtek el ezek a közös projektek hazai és külföldi őrzőgyűjteményekkel. Kiállításokat rendeztek, kiadványok jelentek meg, és 2005-ben a következő állomás ebben a folyamatban a Müncheni Bayerische Staatsbibliothek volt, ahol szintén őriznek korvinákat, és az én első feladatom az volt, hogy menjek ki, és írjam le ezeket a kódexeket. Tehát készítsek róluk egy tudományos úgynevezett kodikológiai leírást, és tulajdonképpen ennyi volt a feladat. Utána valóban én magam határozhattam meg, hogy mit csinálok velük, és én úgy döntöttem, hogy a nemzetközi kódex kutatás trendjeinek megfelelően a lehető legteljesebb mélységben feltárom ezt a kódex csoportot. És azt hiszem, hogy talán ez a mélység, ez a részletesség mintaadó volt a későbbi évek szempontjából. Jó is volt ez a úgynevezett maximalizmus, mert ez nagyon-nagyon eredményesnek mutatkozott. Tehát így módon rengeteg új eredményt sikerült aztán elérnünk később ennek alapján. Mert elég nem beszélted a hídról, ez a ti feldolgozó munkátokban, az lehet erről beszélni? Lehet-e nemzetközi kapcsolatokról, hazai kapcsolatokról beszélni? És szerintem azt is elmondanád, hogy egyáltalán hogy néz ki egy periódikának a feldolgozása egy olyannak, ami nem egy népsport vagy magyar nemzet, hanem egy speciálisabb. Hazai kapcsolataink azok egyértelműen vannak. Nyilván a digitalizálás mentén együttműködése az OSK-nak magának van külföldi megkeresésekkel is, de mi az osztályon inkább magyar kapcsolatokban gondolkodunk, mert hogyha visszamegyünk egy kicsit az OSK történetében, vagy a hírlaptár történetében, akkor ugye idősebb Szinyei József, amikor a hírlaptárat sikerült megalapítani, akkor tulajdonképpen Budapest egyéb könyvtáraiból is begyűjtötte az OSK részére azokat a hiányzó kiadványokat, amik itt nem voltak meg, és hát azóta is nagyon sokszor kapunk mind nyomtatott, mind most már elektronikus kiadványokat pótlásként a mi anyagainkhoz. Ez elsősorban a rekatalogizálásnak köszönhető, hogy egyre a rekatalogizálás azt jelenti, hogy régen ugye nem integrált rendszerben, hanem katalógus lapokon dolgozták fel a kiadványokat, mondjuk az időszaki kiadványokat, és hát nem pontosan tudjuk, vagy látszik, hogy mely részegységei vannak meg, mert nem gyűjtötték egybe őket, hanem ahogy beérkeztek egy külön jelzeten, külön helyre kerültek, és így elég nehéz volt követni, hogy mi van meg. Most ezeket elővesszük, a formai feltárását, hát azt mondanám, hogy gazdagítjuk, tartalmilag feltárjuk, mert tartalmilag nem is voltak egyáltalán feltárva, és összegyűjtjük az összes az állományban lévő kötetet vagy számot, és ezeket egy adatbázisban rögzítjük, tehát most már kívülről is lehet ezeknél a kiadványoknál látni, hogy mi az, ami megvan, mi az, ami hiányzik, vagy csak, hogy ilyen egészen profán dolgokat mondjak,
egy folyóiratnál az is nagyon fontos, hogy megvan-e a borítója, ha csak mondjuk egy egyszerű lapra gondolunk, a Nyugatra, hát a borítója rengeteg fontos információt hordoz, úgyhogy mi mindent rögzítünk, a legapróbb hiányokat vagy csonkaságokat is, és hát legnagyobb meglepetésemre, amióta létrejött az osztály, én szinte hetente kapok vagy egy borítékot, amiben egy hiányt elküldenek nekünk, vagy egy levelet, hogy szükségünk van-e valamire. Természetesen próbálom viszonozni, vagy az osztály próbálja ezeket viszonozni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyre jobban működik. Annyi kapcsolódást láttam rögtön a Korvinákra, amikor egy kötéstábla mennyire meghatározza magát egy kódexet, egy régi kézzel írt könyvet? Hogy lehet ezt mondani? Kézzel írt könyv, vagy kiadvány? Hogyan szereted nevezni? Igen, kódex az a középkori könyv, a kézzel írt könyv, igen, tehát ez a talán a legpontosabb definíciója. Valóban, a kötéstáblák azok a folyóirat borítókhoz hasonlóan rengeteg információval rendelkeznek, és talán a folyóiratoknál is van arra példa, hogy ezek egykori tulajdonosok bejegyzéseit tartalmazzák, és akár prominens személyekét, és ezek aztán nagyon sok művelődéstörténeti információval tudnak szolgálni. Hát igyekszünk is a possesszorokat felkutatni, ami nem egyszerű. Ráadásul, mivel régen bekötötték, ugye a folyóiratokat sikerült levágni, sokszor a legfontosabb információkat a CD-ről, úgyhogy már a kézzel írt információkat, úgyhogy van, hogy csak egy tulajdonbélyegzőnek egy része látszik, szóval, hogy elég sok nyomozást igényel, még egy folyóiratnál is az, hogy vajon kinek a tulajdonában lehetett annak idején. Tudsz mondani esetleg különleges példákat? Hát, ha csak az előbb ugye Színyeit emlegettem, Színyeinek nagyon sok possesszora, vagy esetben tulajdonbélyegzője van, de nagyon sok olyan kiadvány van, amiben benne van a tulajdonbélyegző. Arról nem is beszélve, hogy a Magyar Asszonyok könyvtárában például vannak folyóiratok, ugye, amik kifejezetten női témában gyűjtöttek össze, vagy most a retrospektív feldolgozó osztály elkezdte feldolgozni, helyesebben hát ők már elég sokat feldolgoztak Kossuth könyvtárából, és mi most kapjuk meg belőle a hírlapokat, úgyhogy ott is azért elég komoly így az kutatás, hogy vajon mi honnan származik. Szeretném, hogyha visszamennénk a Korvinák elejére, hogy honnan is indult ez az egész történet. Vitéz Jánosnak volt egy gyűjteménye, jött Mátyáskre, jött Beatrice, a olasz vonal. Honnan indítod az egész Mátyás király könyvtárát, mint olyan? Ahogy egyre többet foglalkozom ezzel a területtel, egyre inkább úgy látom, hogy nagyon összetettek a kezdetek. Tehát, hogy ez a nagyon különleges, abban az időben nagyon modern, tehát az itáliai reneszánsz, a maga teljességében, humanizmust a teljességében képviselő könyvtár létrejöhetett, ennek nagyon sok feltétele volt. És az, hogy Mátyásnak olasz felesége lett, aki hozta magával, illetve a kísérete vagy a családja, hozta magával a standard itáliai mintákat, hogy ebben az időben már minden jelentősebb fejedelmi udvarban Itáliában volt reneszánsz uralkodói díszkönyvtár, tehát ez már az új időkkel volt összefüggésben, hogy könyvtárnak kellett lennie ebben a kultúra szerető új korszakban. Ez csak egy körülmény volt. Magyarországon is nagyon sok minden vezetett idáig, és nagyon sok hosszú-hosszú fejlődési folyamatnak a következménye, hogy a talajt előkészítették ennek a nagyon jelentős hatásnak a befogadására, és hozzájárultak a hazai fejlődés folyamata is hozzájárult ahhoz, hogy ez ilyen hamar szárba szökkenhetett. Egyfelől az Anjou királyaink óta egy folyamatosan erősödő itáliai hatás figyelhető meg Magyarországon, és a 15. században pedig a magyar kulturális elit, nem utolsó sorban aztán Zsigmond császár és király uralkodásának köszönhetően, aki Budán tartotta a központját,
a kancelláriájában nagyon sok itáliait fogadott, szóval testközelből találkozhattak ezzel az új szellemi áramlattal, és fokozatosan egyre erősödött az itáliai humanizmus és a kora reneszánsznak a hatása, és igen, Vitéz Jánost kell említenünk, mint vezető személyiséget ebben a folyamatban, aki jó lehet, úgy tudjuk, hogy soha nem járt Itáliában, de az egész életét szentelte annak, hogy mármint kulturális télen, hogy ezt az új műveltségeszményt meghonosítsa Magyarországon. Az ő környezetében nevelkedtek a Hunyadi fiúk, ezt tudjuk, még ha nem is volt, ő volt közvetlenül a tanítómesterük. Ezt nyilvánvaló, hogy magukba szívták ezt a lehetőséget, ezt a kulturális opciót. És de nem csak Vitéz Jánosról beszélnék, hanem más magyar előkelőkről is. Szóval ennek köszönhető, hogy aztán ez a pompázatos könyvtár itt megszülethetett. Az a pont, amikor jött a Mohács, az milyen állapotában volt már ez a könyvtár? Akkor már ugye Pántyás nincs, budai műhely, már itt készültek a korvinák, itt is készültek korvinák. Mi lehetett volna, lehet-e egyetlen ilyen hipotetikus feltevések élni, hogy ha nincs Mohács, merre mehetett volna ez a könyvtár maga? Igen, ez talán a mi lett volna, ha kérdés tekintetében fontos, hasonlóan fontos Mohácshoz, Mohács mellett, hogy mi lett volna, ha én nem hal meg ilyen korán, Mátyás király, mert hát nagyon fontos eredménye az a legutóbbi évek kutatásának, hogy sikerült rájönni arra, hogy az a díszkönyvtár, amelyet Korvina könyvtárként ismerünk, és amely az udvarnak az önálló eleme volt, az csak Mátyás uralkodásának legutolsó néhány évében jött létre. Az ausztriai hódítások után, tehát 1485 és 87 után, tehát tulajdonképpen csak 3 év volt arra, hogy ezt a pompázatos dolgot megvalósítsák, mert elindultak a folyamatok. Nagyon nagy léptékben, nagyon szervezetten a könyvtár kialakítására és fejlesztésére irányuló folyamatok. Ha a király még mondjuk 10 évet él, ez elképzelhetetlen szinte, hogy milyen magasságokba érhetett volna ez a gyűjtemény. Tehát ez valóban egy így is rendkívüli, de úgy meg sokszorosan rendkívüli lett volna. Mátyás halálát követően a két uralkodó, második Ulászló és második Lajos, jó lehet, fontosnak tartotta a királyi könyvtárat. Második Ulászló próbálta is a mátyási folyamatokat egy picit tovább vinni, de már nem volt rá pénze. Emellett nem is tartották annyira elsőrendűen fontosnak a királyi könyvtárat. Annyira nem is volt rá szükségük, hiszen második Ulászló egy olyan, és hát így második Lajos is, régi európai uralkodó családból származott, még tudjuk, hogy Mátyás egy új ember volt ezen a szintéren, neki mindenféle legitimációs eszközre szüksége volt, és közéjük tartozott a modern díszkönyvtára is. Szóval a őt követő királyok ezt már nem tartották annyira fontosnak, egy picit hanyagul is kezelték. Mit jelent a hanyagkezelés? Hát elajándékozgatták a köteteket arra érdemes diplomatáknak, vagy ha túlságosan nagyon könyörgött érte egy-egy kötetért valamilyen vendég, akkor ezt neki ajándékozták. Ilyen volt például a Philostratos Corvina, az egyik leghíresebb korvinánk, amelyet szerintem mindenki ismer, legalábbis a képét. Így került Bécsbe, hogy kikönyörögték, kisírták a királytól egy Johannes Gramper nevű bécsi humanista. Aztán arra is van példa, hogy elloptak bizonyos darabokat a könyvtárból. Szóval egy picit úgy hanyagul, látszik így az utókor számára is, hogy hanyagul kezelték a gyűjteményt. És ezt a későbbi történések fényében azt kell, hogy mondjuk, hogy nem is tették rosszul, mert a legnagyobb arányban azok a darabok maradtak meg, amik így még a Mohácsi csatát megelőzően kikerültek a könyvtárból, és mondjuk osztrák, vagy német, vagy cseh, itt, vagy olasz területekre kerültek, mert minden, ami itt maradt, egy maroknyi kódextől eltekintve, amit magukkal vittek a törökök, és aztán vissza is adtak később, minden elpusztult.
Tehát ennek a hanyagkezelésnek köszönhetjük, hogy végül is fönnmaradtak bizonyos kötetek. Volt ennek a könyvtárnak kezelője, vagy őrzője? Klasszikus értelemben vett könyvtárosa nem volt. Ezt talán ki is mondhatjuk. Az udvarban működő humanisták kisebb-nagyobb figyelemmel kísérték azért a létét. Amikor létrehozták, akkor Tadeo Ugolato, egy pármai humanista volt megbízva azzal a király Mátyás részéről, hogy szervezze meg a létrehozását, vagy a kialakítását és a fejlesztését. Ő itt szolgált Mátyás alatt a budai udvarban, és ő kapcsolatot teremtett firenzei humanistákkal, közülük is elsősorban Bartolomeo Foncióval, illetve Naldo Naldival, hogy segítsenek neki Itáliában, Firenzében megszervezni, vagy így koordinálni a fejlesztést, tehát hogy milyen kódexeket, milyen tartalmú kódexeket másoltassanak le, és díszítessenek ki firenzei mesterekkel. Tehát ők koordinálták. Emiatt a kutatást Tadeo Ugolatót szokta úgy emlegetni, hogy mint Mátyás könyvtárosa, de klasszikus értelemben vett kezelője. Kezelőjéről nem tudunk, inkább így fogalmaznék. A periodikának mondhatjuk, hogy most te vagy a kezelője itt a könyvtárban? Hát én azt mondanám, hogy az osztályom a kezelője. Én ennek az osztálynak a vezetője vagyok. És egy kicsit visszatérnék a legelejére, mert két nevet feltétlenül szeretnék megemlíteni, aki az én pályafutásomat itt az OSK-ban befolyásolta. Nélkülük is valószínűleg könyvtáros lennék, mert már gyerekkoromban is lopkodtam otthonról a könyveket, és az általános iskolában kikölcsönözték tőlem. Tehát, hogy biztos könyvtáros lennék, de kérdés, hogy hol. Az első, akinek köszönhetem, az most egy latinamerikanista történész Nagy Marcell, mert hogy akkoriban nem lehetett az OSK-ba csak úgy bekerülni, amikor ide felköltözött a könyvtár, ugye én 23 éves korom óta itt dolgozom, kisebb megszakítással, tehát nagyon hálás vagyok érte, hogy beprotezsált, mert máshogy nem lehetett akkor bejutni. A másik pedig Lakatos Éva, aki ugye hát klasszikusan az egyik nagyasszonya a hírlapfeldolgozásnak, hiszen ő az, aki velem ezt megszerettette, ugyanis az időszaki kiadványokat azt azért a könyvtárosok 80%-a csak olvasni szereti, ugyanúgy, mint a felhasználók, de dolgozni nem szeretnek vele. Ebbe vagy beleszeret az ember, vagy nem. Nem véletlenül hívják Szinyeit is gőzhangyának, mert azért ez egy nagyon sziszifuszi munka a periodikumokkal dolgozni, de azt gondolom, hogy most igen, most egy nagyon jó csapat élén vagyok én. Büszke vagyok rá, hogy egy pár év alatt helyre tudtuk állítani az elhanyagolt helyzetet. Említetted, hogy volt régen olyan, hogy ide, innen-onnan könyvtárakból beszedték a példányokat. Igen. Mennyire fontos, hogy egyben legyen egy időszakosan megjelenő periódika? Hát azt mondanám, hogy legalább virtuálisan nagyon fontos lenne, hogy egybe kerüljenek, de mivel ez a Nemzeti Könyvtár, hát azért nekünk az a célunk, hogy eredeti megjelenési formájában is minél teljesebb legyen a dokumentumállomány, ami hát a régi hírlapoknál elég nagy problémát okoz, nem csak azért, mert nem küldték be, hiszen a köteles példányrendelet ugye az majd, hogy nem egyszerre megszületett a megalapított Nemzeti Könyvtárral, és az elején egész jól működött is, de ugye minél nagyobbak lettek az újságok, minél gyakrabban jelentek meg, tehát mire a periodicitásuk napilappá is változott addigra, hát egyszerűen nem tudta befogadni a könyvtár, és emiatt hát elég lazán kezelték a gyűjtését, még a Nemzeti Könyvtárban is, nem, hogy már máshol. Úgyhogy visszamenőleg nagyon nehéz beszerezni őket. Hál' Istennek a gyarapítási osztály azért minden aukción nagyon figyel arra, hogy a mi hiányainkat beszerezze, és mondom, nagyon sokat kapunk ajándékba vagy cserébe is. Azt gondolom, hogy ma már a nyomtatottat szinte lehetetlen a régieket teljes mértékben összegyűjteni. Részben azért is, mert hát mondjuk, ha az első világháborúra gondolunk, amikor a legócskább minőségű papírra nyomták, és
aznap elolvasta a híreket, másnap meg a krumpli helyet arra pucolta valaki. Szóval, hogy ezeket már nagyon nehéz beszerezni utólag. Ami megmaradt, az is savas papíron. Szóval, hogy nagyon rossz állapotúak. De hogyha elektronikusan legalább digitalizált formában teljessé tudjuk tenni, és az EPA-ban szolgáltatni, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nagyot lépünk előre. Mennyire jellemző a feldolgozás, a digitalizás beindulása? Nagyon. Nagyon. Most a digitalizáló osztályjal a periodika feldolgozó osztály gyakorlatilag ilyen napi szinten dolgozik együtt. Most első menetben, amik így a reformkori lapok mikrofilmen megvoltak, azokat most mind digitalizálják, mi pedig, ha már hozzányúlunk ezekhez a digitalizált anyagokhoz, akkor megpróbáljuk szépen feldolgozni őket, ugye hát a katalógusban gyakorlatilag egy adatrögzítők bevitték az annak idején elkészült katalógusokat, ami hát a mai követelményeknek egyáltalán nem felel meg, úgyhogy én azt gondolom, hogyha most ezek bekerülnek az EPA-ba, már pedig az a terv, hogy minél nagyobb, hát most ez rosszul hangzik, hogy nagy mennyiség, de szóval, hogy minél több cím, minél több részegysége bekerüljön, akkor nagyon nagyot lépünk előre, és ezen felül, ugye, hogy ne csak a régi perivel foglalkozzunk, hanem az újjal is, nagyon ráálltunk arra, hogy az online kiadványokat feldolgozzuk. Itt már nehézkesebb a nyilvános szolgáltatás, ugye, mert szerzői jogot figyelembe kell venni, úgyhogy mindenképpen először egy közlési szerződést kell kötni az OSK-nak a szerzői jog tulajdonosával, de azt kell mondanom, hogy nagyon nyitottak rá a kiadók, és akik nem, azoknak pedig az új köteles példányrendelet előírja, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár digitális könyvtárába beszolgáltassák, ami ugye egy dedikált hálózaton egy gépen bent olvasható. Ebben még azért van mit tennünk, hogy ez a beszolgáltatás épp úgy működjön olyan flottul, mint a nyomtatotté, de hát dolgozunk rajta. Tisztázzuk akkor a időszaki kiadványokat, mint olyant. Ezt azért tartom nagyon fontos kérdésnek, mert egy pár évvel ezelőtt teljesen mást mondtam volna arról, hogy mit jelent maga az időszaki kiadvány, mert az elektronikus dokumentumok elterjedésével nagyon megváltozott. Az ISSN új szabvány, az hát felülírja azt, amit mi régen tudtunk, vagy gondoltunk arról a nyomtatott világban, hogy mit jelent az, hogy időszaki kiadvány, mert most már, igyekszem nagyon közérthetően elmondani, de most már a legnagyobb halmazra azt mondjuk, hogy folytatódó források, mert hogy abban benne vannak a folyamatosan bővülő adatbázisok is, ugye, meg a portálszerűen működő, azok is tulajdonképpen időszaki kiadványok, és ennek csak egy részhalmaza az időszaki kiadvány. Az időszaki kiadvány ugye ez egy olyan kiadvány, ami előre nem meghatározott időre szól, és valamilyen periodicitással, vagy rendszeres, vagy rendszertelen periodicitással működik. Hogyha ebből levesszük a sorozatokat, meg mondjuk a rendezvényeket, akkor fogunk a periodikumokhoz, vagy a periodikához eljutni. És akkor itt rögtön egy kivételt is mondanék, mert hogyha mondjuk egy adott időszak, tehát akár egy választás, vagy egy rendezvény alatt megjelenik egy kiadvány, és mondjuk van egy számozási adata, akkor azt is periodikumnak tekintjük, még akkor is, ha végén csak egy szám lesz belőle, vagy akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez lezárul 3 hónap múlva. Tehát, hogy most már sokkal bonyolultabb az, hogy mit is takar az, hogy időszaki kiadvány. Ezeket az ilyen időszakra szólóakat alkalmi lapoknak hívjuk, akár egy szám is lehet belőlük, és
hát a Born Digital kiadványok, hát azok meg most már azt gondolom, hogy az egész feldolgozást újra kell gondolni. A nyomtatott világban arról szólt a feldolgozás, hogy az első szám alapján feldolgoztunk, és utána aktualizáltuk a kiadványokat. Most, hogyha egy weboldalon egy kiadvány megjelenik, akkor előfordulhat az, hogy a megjelent számoknak is vannak közreműködői, ugyanakkor van a weboldalnak egy közös impresszuma, ami teljesen mást jelent, mint azok, amik a számon megjelennek. És ezeket azt gondolom, hogy mindenképpen most már majd tükröztetni kell, hát az egy dolog, hogy majd ki kell találni ezt nem is itt nekünk, hanem nemzetközi szinten, hogy ezekhez hogyan kellene hozzányúlni. Ez nagyon fontos, mert szerintem nagyon megváltozik a mi feldolgozási elképzelésünk ahhoz képest, hogy milyen volt a nyomtatott világban. Azt gondoljuk, hogy a időszaki kiadványunk az többen, egy hírlapot, egy újságot többen szerkesztenek, többen írnak, mégis valamit egyszerzősek. Igen, nem sok, de nagyon igényes, egyszerzős időszaki kiadványok vannak, hogy csak egyet mondjak, Németh Lászlónak a Tanú című folyóiratát, ami 3 vagy 4 évig meg is jelent elég sok szám belőle, ezek kifejezetten kritikai folyóirat volt, a magyar és az általában az európai akkori irodalomnak a kritikái jelentek meg benne, és nem csak ő szerkesztette, ő adta ki, szóval, de lehetne másokat is mondani, szóval Brodynak a Fehér könyve, ami manapság azért így vitatkozunk rajta tipológiailag, hogy az egy folyóirat volt, vagy nem, szóval, hogy nehéz eldönteni, de hát több ilyen folyóirat is volt. A Korvináknál is a digitalizás nem egy új dolog, hiszen a nálunk öltött Korvinákat digitalizálták már, és egy honlapon közés volt téve, de a 2018-as Budai Műhely kiállítás kapcsán egy új honlapot is elindítottatok. Ez a folyamat, amikor van egy leírása egy Korvinának, ami említetted az elődöket, és te egy új szöveget kell letenned egy új online weboldalra, ez milyen munkát jelent? Tehát teljesen a régi szöveget át kell írnod, új meglátásokat kell behoznod. Hogyan működik egy ilyen újra feldolgozása, újra közlése a Korvináknak? Még egy pár szó csak a honlaphoz. 2002-ben jött létre a Korvina honlap, Kárdos Jánosnak köszönhető tényleg, és közzétették az akkor digitalizált Korvinákat. A digitalizálás kezdetét jelenti a Korvina digitalizálás, tehát ez volt a hőskor, és ez egy nagyon-nagyon modern és újító lépés volt abban az időben. Talán az első ilyen honlap, a Korvina honlap volt Európában, ami megkísérelt egy egykori gyűjteményt, ami elpusztult és szétszóródott, rekonstruálni. Tehát ez egy nagyon előremutató kezdeményezés volt akkor, és aztán valóban 2018-ban Sudár Anna Mária és munkatársai segítségével újult meg ugyanez a honlap. Tehát nem egy új honlap jött létre, hanem ugyanez a honlap. Új dizájnt kapott, és kibővült valamelyest a tartalma is, és napjainkban is folyik a Korvina honlapnak a fejlesztése, a digitális kódexekkel való bővítése éppen most. Ezt Rózsa Dávid főigazgató fontosnak tartja, és kezdeményezte egy nagy arányú külföldi kódex, digitális kódex beszerzést, ami zajlik, és nem sokára látni fogjuk az eredményét. A mély feldolgozás, tehát a tudományos feldolgozás, illetve a Korvina honlapon való közzététel, a honlap jelen állapotában még elválik egymástól. Tehát a mi Korvina honlapunk az jól lehet tudományos eredményeket is közöl, de nem feldolgozó felülete a mély kutatásnak, a mély kódex feltárásnak. Egyelőre elsősorban papíron jelennek meg az új eredmények, ez egyik fő fóruma az OSK-nak a Supplementum Corvinianum című sorozata, amely őrzőgyűjtemények szerint teszi közzé a részletes kódex feldolgozásokat, illetve
a vele kapcsolatos, nagyon szorosan összefüggő tanulmányokat. A honlapra ezeknek az eredményei kerülnek fel, egyfajta eszenciája, illetőleg tartalmilag támaszkodik a honlapunk például, tehát jelentősebb kiállításokra is például ilyen volt a 2018-19-es a Korvina Könyvtár Budai Műhelye című kiállítás is. Tehát a két dolog még így elválik egymástól. És még egy kérdés volt, hogy mennyire használom fel a elődök kutatásait, hát a maximális mértékben. Tehát ott, ahol vannak megelőző kutatások, mindenféleképpen azokra támaszkodom, de van, ahol nincsenek, tehát van, ahol valóban a kezdetektől kell elindulni. A Korvina honlap fejlesztése egy újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen elkezdted az intézményeket megkeresni, hiszen az a 220 Korvina, amiről tudunk az egész világban, az nálunk 35 vagy 37 van, ezt is légy szíves mondd el, hogy 35 vagy 37. Szóval mi honlapunkon valamikor közeljövőben elérhetők lesznek azok a példányok is, amiket nem mi őrzünk, nem nálunk vannak. Ez a munka, ez hogyan zajlik, milyen állapotában van? Igen, ez egy csodálatos vállalkozás, amit elkezdtünk, és tényleg nagy köszönet illeti Rózsa Dávid főigazgatót, hogy ez mellé állt, és támogatja, és fölvállalta, hogy most időt, pénzt és energiát nem kímélve szerzünk be külföldről új digitális korvinákat. Jelenleg a Korvina honlapon a magyarországi korvinák láthatók, és ez egy 55 kódexet jelentő állomány. Emellett pedig a Wolfenbütteli Herzog August Bibliotek volt olyan nagyvonalú, hogy rendelkezésünkre bocsátott már évekkel ezelőtt 9 korvinának a digitális felvételei teljes egészében, és azt hozzá is járult, hogy kitegyük a honlapunkra. Tehát ezek vannak most fenn, de a jelenlegi beszerzés, amely során hamarosan újabb 50 digitális, külföldön őrzött kódexnek a digitális teljes változatát ki fogjuk tenni a honlapunkra. Ez egy nagyon örvendetes fejlemény. Elképzelhető, hogy még előkerülnek korvinák? Klasszikus értelemben nem valószínű. Kevés olyan könyvtár van Európában, ami olyan szinten feltáratlan lenne, hogy nem jöttek volna rá arra korábban kutató könyvtárosok, hogy itt esetleg Mátyás könyvtárából kikerült darabról lehetne szó. De persze nem kizárható. Tehát minden lehetséges. Ki tudja, hogy mi van még magántulajdonban. Esetleg előjöhet valami, de nagyon kicsi az esélye. Ami újabb korvinákat eredményezhet, az a kutatás. Ugyanis Péter kérdezted ezt a 35 vagy 37 hetes számot. A korvináknak a száma azért változik, és azért mondjuk mindig, hogy körülbelül ennyi korvina maradt fönt, és nem tudjuk megmondani pontosan, mert a kutatás újra és újra be tudja bizonyítani azt egy-egy nem korvinának tartott kódexről, hogy mégiscsak megfordult Mátyás könyvtárában, illetve az ellenkezőjét is, hogy ez mégsem tekinthető korvinának. Ez természetesen összefügg a korvina fogalommal, hogy mit tartunk annak, mit nem, de szóval így módon bukkanhatnak még fel újabb korvinák, mint ahogy fel is bukkant az elmúlt években egy pompás kutatási eredményként Németh András egykori kollégánknak, ma a Vatikáni Könyvtár munkatársának a kutatásai nyomán sikerült egy Bécsben egy görög nyelvű korvinát azonosítania, amiről nem lehetett tudni, hogy korvina volt, mert semmiféle jele nem volt, se kötés, se Mátyás címe nem volt benne, és ezáltal bővült a fennmaradt korvináknak. Ez is elérhető lesz a online oldalunkon? Egyelőre ez még függőben van, mert ahogy említettem, zajlik ez az egész projekt még. Bécsben van ez a kódex, az Österreichische Nationale Bibliothekban, és velük még nem alakult ki, hogy milyen formában fogjuk megkapni a kéziratokat. Ott van a legtöbb korvina, 40 darab, és azért 40 digitális kódexet átadni, azért az nem kis dolog, és ez még előkészítés alatt van, de az ÖMB-nek a honlapján ez már most is látható, digitalizálva maga teljes egészében.
Tehát a link elérhető a honlapunkon. Link elérhető a honlapunkon, tehát könnyen megtalálható, és ez önmagában is egy nagyon érdekes Korvina, csak egyetlen egy aspektusát emelem ki. Képzeljétek el, hogy a Mátyás alatt működő királyi műhely, könyvkészítő műhely itt a palotában, valahol itt, ahol most ülünk, a közelben, rendkívül felszerelt volt, és nagyon sok összetett volt a működése. Nem csak új kódexeket állítottak elő, hanem rossz állapotúakat restauráltak is. És ez az új görög Korvina a nagyon jó példa arra, hogy például, ez az eleje valahogy tépet volt ennek a kódexnek. Hiányzott az egyik szöveges oldalnak az egyik fele. És nagyon jól látható, hogy itt Budán milyen szépen kipótolták az eredeti szakadt pergament egy új, nagyon jó minőségű, szép fehér pergamenten, és hogy mennyire kiváló módon dolgozták össze a két felületet, tehát mint hogy egyben őt volna a kettő. Tehát ilyen, erre is nagyon izgalmas példa ez a bécsi görög Korvina. A periódikákat külditek restaurálni? Hogyne, hát sokszor már feldolgozás előtt is elküldjük a restaurátorokhoz, vagy ki kell simítani, vagy saftalanítani kell, vagy penészteleníteni, ez attól függ, hogy honnan jönnek ezek a régi folyóiratok. Ráadásul, mivel régen ugye kötötték a folyóiratokat, és most, ahogy rekatalogizáljuk, hát bizony találunk új folyóiratokat egyes kötetekben, amiket nyilván onnan valamilyen módon ki kell szedni. Tehát nagyon fontos nekünk, hogy a restaurátorok segítsenek, mert hát az utóbbi egy évben szerintem legalább 20 olyan hungarikum került elő, ami más dokumentumba volt belekötve, és nem tudtunk róla, hogy van. Ezért nagyon jó, hogy rekatalogizáláskor végig is lapozzuk magát a dokumentumot. Szoktam is ilyenkor jelezni, hát a térképtárnak többször is jeleztem, hogyha olyan cikket, vagy olyan vonatkozású tartalmat találtam, vagy volt olyan, hogy egy térképnek a magyarázó melléklete volt bekötve egy folyóiratba. Azt hiszem, hogy a Pászti Laci írt is akkor róla, hogy addig nem voltak teljesen tisztában avval, hogy a térképen mi mit jelent, és ez egy folyóiratba egyszerűen be volt kötve, szóval, hogy azért még nagyon sok mindent lehetne találni, hogyha lenne rá kapacitásunk, hogy folyamatosan átnézzük a régi kiadványlapokat. Olvastál-e Korvinánkról periódikában? Például a Vasárnapi Újságban, de hát ez biztos, Edina erről többet tud mesélni, többször is megjelentek hírek. Igen, a 19. századi hazai folyóiratok, hát köztük is elsősorban a Vasárnapi Újság, ez egy csodálatos forrás a kódexek történetére. A 19. század nagyon fontos volt a tekintetben, hogy hogyan sikerült Magyarországnak visszaszereznie néhány darabot. Ez ebből a gyűjteményből, tehát a Korvina könyvtárból, és vannak bizonyos kiemelt események, ilyen például az a két alkalom, amikor a török szultánok ajándékoztak vissza Korvinákat, és ezeket nagy nyilvánosság kísérte, nagy újságírói nyilvánosság, nagyon sokat cikkeztek róluk, és a Vasárnapi Újsághoz nagyon, nagyon érdekes és izgalmas beszámolókat ezekről az eseményekről, és ezek fontos részeit, nagyon fontos részeit képezik a kutatásnak, mert őrizhetnek ezek a beszámolók, jó lehet a nagy közönségnek szólnak, vagy szóltak olyan elemeket is, amelyek tükrözik a kutatásnak a korabeli vélekedését, sommás megállapításait, amelyek esetleg számunkra már nem annyira plasztikusak, vagy nem annyira láthatók, szóval nagyon sok szempontból lehetnek fontosak ezek a folyóirat cikkek, azon túl, hogy elképesztően érdekesek és életszerűek. Hozzájárultak mindenféleképpen a kutatásnak a fejlődéséhez, az előrehaladásához. Csak egyetlen egy példát mondanék, azt talán kevesen tudják, hogy a Korvina kifejezés, mármint abban az értelemben, hogy egy kódexre értjük, tehát hogy azt mondjuk, hogy visszajönnek a Korvinák, akkor több kódexről beszélünk, tehát egy
de mondhatjuk azt is, hogy a Corvinában, azaz a Corvina könyvtárban. De ennek a Corvina szónak az a használata, hogy egy kódexre értjük, ez a pest-budai újságírói nyelvben alakult ki, és éppen mondjuk a Vasárnapi Újság, vagy más folyóiratoknak a hasábjain találkozhatunk vele először, és ezt onnan tudhatjuk, hogy Rommel Flóris, ugye nagy régész, művészettörténész, polihisztor, tudós, aki a Corvina kutatásnak is egy rendkívül meghatározó személyisége volt, méltatlankodik egy másik folyóiratban, egy régészeti folyóiratban, nem az archeológiai értesítő, hanem annak az egyik előzményében, hogy milyen borzasztó, hogy az újságírók a kódexre használják azt a szót, hogy Corvina, miközben ezt a könyvtárra kellene érteni, az egészre, tehát gyűjtőfogalomként kéne használni, és ha már egyszer használják, akkor nem is jó ez a nőnemű alak, mert latinul az A végződés, az a mellékneveknek a nőnemű végződése, hanem mivel a kódex szó az hímnemű, éppen ezért latinul helyesen Corvinusnak kéne lenni a jelzőnek, tehát úgy kéne helyesen használni, de, és hogy ez borzasztó, hogy az újságírók ezt mennyire nem tudják, és de nem sikerült ezt a tendenciát megakadályozni, hanem meghonosodott a nyelvünkben, és ezt használjuk. Szóval, hogy mindez a folyóiratoknak a hasábjairól tudható. A periodikumok hasábjairól, ugye, mert nekem rögtön eszembe jut, hogy a Széchenyi könyvtár nevét sem sikerül soha helyesen leírniuk az újságíróknak, akkor most kiderül, hogy honnan jönnek a Corvinák, és a periodikumok, vagy periódika, az is állandóan helytelenül használják. Úgy látszik, hogy ez a könyvtár sorsa. Igen, a periodika, az többes számú. Az többes szám. Én ezt már többször kértem, Pétertől is, más embertől, de most is úgy, szóval, hogy automatikusan mégis helytelenül használják, de én már ebbe beletörődtem. Lehet, hogy azt kell csinálni, mint annak idején, akkor a Rommel Flóris is beletörődött, nem? Hogy a Corvináknak, az a Corvinák lettek, nem Corvinusok. Igen. Igen, ott voltunk a válaszúton, szóval akár Corvinus irányba is elindulhatott volna a dolog. Igen, és ilyen a média, meg a médium, igen. Ugye ugyanez a helyzet. A Corvina könyvtár végéje, onnan kezdtem, hogy nekem a Mohács kapcsán jelent meg az egész. És mi történt ekkor? Még ezt egy 2000 kötetesnek mondják a kutatók, ezt a könyvtárat, valahol bő 200. Mi lett a sorsa? Nem igazán látjuk, hogy hogyan történt a pusztulás, és a folyamatát se látjuk. Pontosan ezt be kell, hogy valljam, hogy nem tudjuk, hogy mi történt 1526-ban, és mi történt 1541-ben, mikor mennyit vittek el, mikor mi pusztult el. Nem csak a törökök, hanem mindenféle hadi esemény, katonák, mindenféle csapatok, akik hozzáfértek bármilyen szinten a budai gyűjteményekhez, azok hozzátett, azok vihettek el belőle. Szóval ez nem igazán dokumentálható források hiány. Tehát csak a végeredményt ismerjük. Biztos, hogy a legnagyobb részében ez a buda törökök általi elfoglalása után már nem volt helyben ez a díszkönyvtár. Maradtak ott könyvek a palotában, de ha voltak is közöttük Corvinák, azok jelöletlenek voltak, tehát nem volt bennük Mátyás címere, nem voltak Corvina kötésbe kötve, tehát semmi nem mutatta, hogy azok esetleg az eredeti, tehát az egykori királyi könyvtárhoz tartoztak volna. Ennek is van egy nagy kutatása, amit most mondok, ez a budavári gyűjtemény, amire rábukkantak a Buda felszabadításakor 1686-ban, ezt nevezzük az úgynevezett második gyűjteménynek, tehát nem a Corvina könyvtárnak, hanem a második gyűjteménynek, és ez valóban egy nagy kérdés volt, hogy milyen arányban lehetnek benne a Corvina könyvtárból származó darabok, vagy sem. Nem ismerjük a török érkezése utáni sorsát magának, hát az egyes kódexeknek adott esetben ismerhetjük, de magának a könyvtárnak, hogy egészen pontosan hogyan történt a pusztulás. Jadira, neked melyik a kedvenc szerződ, ami a Mátyás könyvtárába írt? Ez nagyon nehéz kérdés.
Persze van. Én nagyon szeretem a Mátyás kortárs szerzőket. Tehát vannak olyan korvinák is, amelyeket kortárs szerzők küldtek a királynak ajándékba, a saját műveiket tartalmazzák, és ilyen például Marsilio Ficino, a firenzei filozófus, aki firenzei új platonizmusnak a vezető alakja volt, gyönyörűen írt latinul. Szóval csodálatosan szép klasszikus latint használt, és a levelezését olvasni például egy egészen különleges élmény, de hasonlóan szépen ír latinul Bartolomeo Foncio, akiről már volt szó, aki Mátyás könyvtárosa is volt abban az értelemben, hogy járt Budán, tehát egy fél évet eltöltött Budán, és itt átnézte a könyvtárnak az állományát, és megnézte, hogy mit kell még beszerezni, hogy teljes legyen. Például az ő prózáját is nagyon-nagyon kedvelem. Ő tanított Firenzében, a firenzei főiskolán, és minden évben a kurzusok megkezdése előtt tartott egy beszédet, amelyben jellemezte, hogy miről lesz szó abban az előadás sorozatban, és ezek azért is nagyon érdekesek, mert a humanizmusról alkotott korabeli elképzeléseket is nagyon-nagyon jól tükrözik. Tehát egyrészt tartalmilag érdekesek, másrészt nagyon-nagyon szép a prózája. De ugyanígy említhetném Alessandro Cortezit, aki egy eposzt írt Mátyásnak a hadi erényeiről, és az is egy nagyon szépen megkomponált, tehát antik mintára megformált, nagyon érdekes irodalmi alkotás. És még szeretnék egy rövid gondolatot hozzáfűzni a pusztuláshoz. Az egyik ma Münchenben őrzött görög nyelvű Corvina esetében, ami egy párják ritkító darab, tehát arról nem beszéltünk, hogy vannak olyan Corvinák, amelyek manuscriptum unikumok, és az azt jelenti, hogy az az egyetlen kódex őrizte meg azt a bizonyos művet, azt az antikvitásból, az az egyetlen kódex mentette át napjainkra. És ez a müncheni Corvina is ilyen, egy görög szerelmes regényt is tartalmaz többek között, Heliodorosznak az Aetiopikáját, ami magyarul is olvasható, és nagyon érdekes, hogy erről a Corvináról jegyzik fel máshol, hogy egy katona hozta el Buda alól, mindenféle náció hozzáférhetett, aki a hadi események kapcsán megfordult Budán, tehát egy német katona hozta el Budáról azért, mert nagyon csillogott rajta az arany. A kötésén, nyilván valószínűleg a kötésén. Tehát, hogy ez is egy pici, apró kis adalék a pusztulás folyamatához. Köszönöm szépen a beszélgetés, Egedűs Krisztina, periodikum szakértő, Zsupán Edina filológussal beszélgettünk, Solymosi Ákos segített a munkánkat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.